Étteremvezetők, szomeliék, felszolgálók és séfek ismerkedtek a fúzióban az Egri borvidék nedőivel, hogy a későbbiekben a turistáknak is ajánlani tudják azokat, méghozzá szakavatottan. Rengeteg vendég, aki érkezik Egerbe, elveszik a borlapok sokaságában, és nagyon fontos ugye, hogy szakavatott ember tudja neki kínálni a borukat, és utána jó élménnyel tudjanak távozni, ezért fontos, hogy ők is ismerjék azokat a borokat és a termelőknek, hogy a borra itt a borlapjékon tartják. A szakmai találkozón a borászok, illetve vendéglátósok műhelytitkokat is elárultak egymásnak, a helyi nedűk mellett pedig akár könnyű gyümölcsös pezsgőt is kóstolhattak. Az évtizedes hagyományokkal rendelkező borászatok mellett a szervezők egészen új márkáknak is bemutatkozási lehetőséget biztosítottak. 2021-ben alapítottuk. Az ültetvény az már nagyon régóta megvan, még a férjemnek az édesanyja telepítette az első szőlőt, illetve most folyamatosan bővítjük a repertoárt, és főleg szűretlen és derítetlen borokat készítünk, és spontán erjesztésűeket is, ebben is szeretnék megmaradni. A szervezők fontosnak tartják, hogy a vendéglátásban dolgozók megismerkedjenek a környék nedőivel, és elmélyüljenek a helyi borok világában, így például a kóstolókra, borvacsorákra készülő szakemberek minél színesebb palettáról válogathassanak a későbbiekben. Vannak olyan éttermek, akik kifejezetten boréttermek, és nekik nagyon fontos az, hogy a borokra építik föl az ételeket is, és gyakorlatilag az egész koncepciójukat, és nekik tele van a borhűtő, nagyon széles a paletta. Ebből kevés van. És van sok olyan étterem, ahol viszont egy-két fajta bor van csak, és az úgy kell érteni, hogy minden évben ugyanazok a borok vannak, és max évjáratot vált. És nincs egy ilyen állandó változás, vagy hogy új fiatal borászok is bekerülhetnének. Az Egri borvidék többek között ezen szeretne változtatni, így a tervek szerint évente két hasonló eseményt szerveznek majd.